Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket, én Varga Eszter vagyok. Néhány dolog miatt jelentkeztem be, az egyik az, hogy ma indul este a Tudatosság Tudománya egyes szint workshop, szeretettel várom bennetek, délig lehet még jelentkezni a csoportba. Egyéni konzultációt is kérhetsz hozzá, ami egyéni karmaoldással jár, horoszkóp elemzéssel, ami szinasztriában történik meg. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon értékes információk. Arról nem is beszélve, hogy a tudattalan blokkoldásodnál pontosan látod, hogy honnan, hova tudsz eljutni, illetve a három csoportos karmaoldás is lesz az esti folyamán, tehát péntek, szombat, vasárnap este. Aki úgy érzi, hogy rákapcsolódna erre a tudatos útra, aki elkezdene úgy gondolkodni, hogy hogyan kell úgy élni, hogy ne teremtsél új karmákat, akkor nagy szeretettel várom, mi az, amire figyelni kell, hogyan kell gondolkodni, hogyan kell kialakítani ezt az új gondolkodásmódot. Erről lesz szó tulajdonképpen, és hogy ehhez lesz technika, és hogy hogyan dolgozzál magadon. Nagyon fontos tudás és információ, én azt gondolom, aki úgy érzi, hogy erre készen áll és szeretné a változást, azt nagy szeretettel várom. A másik pedig az, hogy aki ezen a tudatosság útján jár, és a kitehezésben gondolkodik, illetve annak a küszöbén áll, annak tudatosítani kell, hogy gyakran nincsen könnyű dolga, mert kiemelkedni abból a mintából, ahol nem feltétlen az odaadásról van szó, egyetlen egy módon lehetséges, ha nem vágsz vissza. És ez nem mindig könnyű, főleg akkor, hogyha nagyon erőteljesen valaki ragaszkodik a hitrendszereihez. Mit értek ez alatt? Ugye tegnap kiposztoltam, hogy nagyon-nagyon erős energiák voltak, tehát akár sorsfordító is lehet, mert Isten szemével láthattad a dolgokat, de előtte azért jól megforgatott a tudattalamban, illetve szükség volt arra, hogy kimondd azt, ami benned van, plusz hazugsággal, hamissággal is szembe találhattad magad, ez külső és belső hamisságot és hazugságot jelent. Na most tegnap a konzultáción, illetve csatornáztam egy zenitelemzést is, mindegyiken arról volt szó, hogy abból a fogva tartó energiahálóból, amiben benne vannak, abból hogyan tudnak kijönni. És a legfontosabb érzés az minden esetben az volt, hogy olyan, mintha valaki ráült volna a mellkasukra, tehát szándékosan áldozattá tette, mert ugye a mellrész, ez a tüdő, hogy ne kapjál levegőt, ez boldogtalanságot jelent, a tüdő az a boldogtalansághoz köthető, tüdővel kapcsolatos problémák, a szív bezárás az az áldozatisággal összefüggő, vagyis a szándékos áldozattá tétel miatt van, amikor mondjuk egy családi energiamezőben hát menő, vagy az az elterjedt, hogy egymást szándékosan áldozattá teszik, majd pedig ugye nevetnek a markukban, hogy ez meg tudott történni. És egyébként magánemberként is tapasztaltam ezt tegnap, mondom, a zenitelemzésnél is, és egyéni konzultációban is ezzel az energiával dolgoztunk. Meg kell tanulni annak, aki a tudatosság útján jár, hogy ezeket az energiákat hogy kezelje. Hogy hogyan tudsz túljutni rajta szeretet mentén, miközben pontosan tudod, hogy szándékosan akar becsapni. Fölállni ott, abban a helyzetben, amikor valaki szándékosan ráül a mellkasodra, szándékosan akarja a boldogságodat a hazugsággal, a hamissággal, nagyon nem könnyű.
De ahogy a zenitelemzésnél is látható volt, hogy milyen szép kiteljesedett én tud kibontani magából az a személy, aki egy ilyen energetikai hálóban van benne, illetve az egyéni konzultáción is látszott, onnantól egy más megértést kell, hogy hozzon maga a helyzettel kapcsolatos információ, akár kívül van, akár belül van, hiszen ha visszavágsz, hogyha nem maradsz a tudatosságnak az útján, amikor ugye pontosan tudod, hogy a léleknek az automatikus vágya az, hogy visszavágjon, és a másikat lássa áldozatnak, és ez azért van, mert az őseink is már így éltek, és az előző életekben is így éltünk, és ezek nagyon erőteljesen lenyomatként ott vannak a testünkben. Tehát erőfeszítést kell tenni ahhoz, hogy te másként éljél. Eleinte ezért nehéz ez az út, később pedig teljesen természetes lesz. Mondunk nektek egy példát. Tavaly voltunk Horvátországban, és hát én kérdezgettem valakit, aki volt pontosan ugyanott, Lovranban, és én éreztem, hogy ő játszmás, egy hölgyről van szó, éreztem, hogy játszmás, de hát elengedtem, megköszöntem a segítséget, és elengedtem. És ugye egy tudatos ember belül dolgozik magán. Tehát nem akartam csapdába csalni, nem akartam visszavágni, nem akartam pozíciót gyűjteni. Egyszerűen szerettem volna, hogyha minél távolabb került tőlem egy játszmás energia, megköszöntem tényleg az információt, és tovább mentem. Igen, ám, de hetek óta azt vettem észre, hogy valaki figyelget a Messengeren, és figyeltem az arcát, hogy ki ő, de nem jöttem rá. Tehát fogalmam sem volt, hogy ő kicsoda. És tegnap volt az a nap, amikor ráírtam, hogy elnézést, látom, hogy figyelget hetek óta, de hogy ő konkrétan ügyfelem, vagy ki volt ő, tehát hogy milyen kapcsolatban vagyunk, vagy egyáltalán mi ösztönzi őt arra, hogy engem megfigyeljen. És akkor mondja, hogy ő az, aki hát egy évvel ezelőtt segített nekem. Ó, elfelejted, nem foglalkozol vele, a saját utadra figyelsz. Ez az, amikor az erőt magadból bontod ki, és elkezded használni, és nézzétek meg, ez a videóhoz az erőlapja jött a taróból. Tehát amikor megszelídíted a belső energiáidat, és belső vadállatot, hogy nem akarsz visszavágni, nem akarsz visszacsapni, egyszerűen csak visszavonulsz, és igen, minden helyzetben van nehézség, van rossz érzés, amikor egy játszmás emberrel találkozol, de csinálsz egy meditációt, végigkutatod a karmaoldást, és lezárod. De az, aki nem a tudatosság útján jár, az nem érti, hogy te miért nem háborodtál föl, hogy te miért nem akarsz pozíciót gyűjteni. És ugye ez az a tipikus pókasszony, aki hozzá van szokva ahhoz, hogy birtokolja az energiaszálat, és figyeltek, visszajött, és figyelt, már tényleg hetek óta, én azt sem tudtam, hogy kicsoda, ő pedig egy újabb csapásra várt velem kapcsolatban. Szóval persze nem kaphatta meg, mert csak annyit mondtam neki, hogy tényleg, és lezártam a beszélgetést, tehát nem adtam ennek több energiát, de mert ugye az lett volna a célja, hogy kibillentsen újra, és az hogy lehet, hogy valaki nem esett a csapdájába bele, hanem tovább ment. Igen, erről szól ez az út, hogy egyrészt elfelejted a rosszat, mert ez a lényege, hogy amikor egy blokkoldás megtörténik, és teljesen a gyökér okig megtörténik, akkor nem számít már az, ami volt, mert nem is emlékszel rá. Ezt is többször mondtam, hogy
Én emlékszem, amikor az első ilyen megtörtént velem, hogy teljesen a gyökérokig sikerült feloldanom, akkor egy csoportnak a tagja voltam, és este tudatosult bennem, hogy teljesen feloldódott az a karmám a csoportos meditáció következtében, csoportos karmaoldás következtében, és gondoltam, hogy másnap elmondom nekik, és nem emlékeztem. Egyszerűen nem emlékeztem, hogy mi volt az a karma, az a hitrendszer, az a blokk, ami tegnap este még hatalmas örömet okozott, hogy le tudtam zárni. Szóval például, ha neked a férfiakkal van nehézséged, és mondjuk neked az a feladatod, a vállalat feladatod, hogy fordítsa női mintán, akkor ugye ez mondjuk a horoszkópokban is ott van, vagy ott lehet, mint információ, hogy ezt vállaltad, és ugye dolgozol, onnan dolgozol az eseményen, ahonnan indult a minta, tehát mondjuk a szüleitől, a nagyszüleitől, a dédszüleitől, és sok-sok ilyen karmaoldást megcsinálsz, sok-sok olyan emberrel találkozol, aki a családi energia mezőthöz hasonló energiát képvisel, és nem vágsz vissza, nem keresed azt, hogy mindenáron győzzél, engeded, hogy ha történjen meg az, aminek meg kell történnie, nyitott szívvel benne vagy a helyzetben, oké, hogyha veszély van, akkor véded magad, tehát ez teljesen természetes, és el fogsz odaérni, hogy abból az állapotból, ahol neked a férfiakkal nehézséged volt, oda elérsz, hogy harmóniába tudsz velük lenni, és találkozol az XYZ-vel, akivel korábban mondjuk emlékszel arra, hogy volt nehézség, de nem tudod megmondani, hogy micsoda. Mert legszívesebben megölelnéd, legszívesebben magadhoz szorítanád, mert nem emlékszel. De nem tudod megtenni, mert itt élünk a földi síkon, és nem csak és te gyógyítod magad, de a másiknak karmája van továbbra is, és ha te meg szeretnéd ölelni, akkor belefutsz megint egy olyan csapdába, ami ugye a nem tudatosság útján járó embereknél teljesen normál, hogy becsapják egymást, áldozattá teszik egymást, stb. Stb. És ezt tudatosítani kell, hogy bár te benned harmónia van, szeretet van, a másik oldalon ez nem feltétlen alakult így az idők folyamán, és a távolságot szükséges tartanod, viszont benned végtelen béke és végtelen harmónia lesz. Szóval ez egy olyan út, amiért én végtelen hálás vagyok, hogy ezt a tudást, ezt megtanulhattam a mestertől, mert ahogy oldódnak a blokkok, oldódnak a karmák, el is felejtem, mi volt a gyökér ok. Nem tudom, hogy miért volt nehézségem a másikkal kapcsolatban, egyáltalán nem is emlékszem a másikra feltétlen, mint ahogy itt azt a horvátországos történetet meséltem, de az emberekben, aki nem dolgozik magán, ott van. Ott van a lelkében a becsapottság érzés, ami arra ösztönzi, hogy visszavágjon. És ezt neked meg kell tanulni kezelni, mert lesz, aki újra és újra jön, csak azért, hogy téged áldozatnak lásson, tehát a mellkasodra ráülve, és a tüdődet is leszorítva, ezt most képletesen mondom, a boldogtalanság érzésbe szeretne téged küldeni. És látszólag ez egy visszavonult út, mármint hogy kicsit úgy visszavonultan élünk, nem feltétlen veszünk mindenben és mindenhol részt, viszont ez belőle egy nagyon erős boldogságot erősít meg bennünk folyamatosan. Tehát ugye a mesterem is azt tanította, hogy a boldogságot magunkból kell kibontani, és pont ezen az úton, hogy megtanulod a lelkedet tisztán tartani, a saját oroszlánja, saját oroszlánodat, vadállatodat megszelídíted, és
Nem azért nem emlékszel a másikra, mert haragszol rá, vagy nem akarsz emlékezni, vagy letagadod a kapcsolódást, vagy nem tudom, bármi, ami negatív, hanem nem köt oda érzelem, mert kidolgoztad magadból azt, ami volt nehézség, akkor is, ha csapdába csalt, akkor is, ha átvert, kidolgoztad magadból, és az erő, ez azt jelenti, hogy benned maradt, saját erőd benned maradt, nem adtad oda a másnak azzal, hogy harcolsz, hogy bosszút állsz, hogy haragos vagy, és így tovább tudod folytatni az utadat. De ez megint lehet, hogy szül olyan embert magad köré, akinek ez megint nem fog tetszeni, hogy ez hogy lehet, hogy téged ez nem érdekel, hogy te szeretetteljesen tovább tudsz ezen haladni. Akkor is bármi történt, tehát bármi történt. És lehet, hogy nem akarsz vele kapcsolódni, de hogy jó érzéseid vannak. Nincsenek rossz érzések. Lehet, hogy nem akarsz vele megállni az utcán beszélgetni, lehet, hogy nem akarsz hozzá kapcsolódni, mert te pontosan tudod, hogy ő viszont nem gyógyította meg, hát csak energiát akar lopni, de benned nincs rossz érzés. És amikor nincs benned rossz érzés, amikor ugye nem hagyod, hogy valaki a tüdődre, a mellkasodra ráüljön, hogy a boldogtalanság érzést, az áldozatiságot növelje benned, hanem te mondjuk pontosan tudod, hogy mi a kiteljesedésednek az útja, kérsz egy zenit elemzést, és naponta teszel érte, akkor is, hogyha te találkozol ilyen energiával, ami szeretne áldozattá tenni, boldogtalanná tenni, vagyis, hogy ne férjél hozzá a saját erődhöz, hogy ki tudjál teljesedni, akkor neked nagyon nagy előnyöd van. Szóval ez az út tényleg szép, és nem könnyű, mert nagyon sok aljasságot, szennyet tartalmaz mindannyi út este, tehát ez nem egyénfüggő, hanem mindannyiunké, és sok-sok évbe telik folyamatos önmunka által, mire a testek információit fölülírjuk. Viszont ahogy szoktam mondani, az életeken át tartó változást hoz, úgyhogy vannak nehézségek, de ha arra koncentrálsz, hogy ne legyél áldozat, és másnak sem, más se, tehát nem akarsz te áldozatokat magadnak, illetve te sem szeretnél másnak az áldozata lenni, akkor ez egy nagyon csodás út ahhoz, hogy ezekből az energiaszálakból szépen lassan elold magad, és visszaszerezd az erődet. És el fogsz oda érkezni, hogy nem emlékszel. Nem emlékszel. Mi is volt itt a probléma? Vagy ő kicsoda? És még egyszer mondom, nem azért, mert le akarod tagadni a kapcsolatot, vagy nem akarsz hozzá, vagy emberileg rossz érzésed van, hanem a szeretet mentén túljutottál rajta, visszakerült a probléma a forrásba, és amikor a forrásba visszakerül, akkor mindenki egy. Azt viszont az elmédnek tudatosítania kell, hogy itt élünk a fizikai síkon, földön, ahol a másik ember is karmás, te is az vagy. Ezt a valódi egységet ezt nem fogod tudni úgy megélni, ahogy a forrásban, a központi forrásban ez ugye mindannyiunknak megadatik. Legalábbis most még itt egyelőre nem lehetséges, de azt, hogy te egyre jobban törekedj arra, hogy minél több problémád visszakerüljön a forrásba, vagyis ne legyen az elmédben töredezettség, akkor egyre könnyedebben és vidámabban élsz, és én ezt kívánom nektek, hogy ez így is legyen. Sikerüljön megszabadítani a vadállatot, és hajrá! Még egyszer, ma este kezdődik az adósságtudományi workshop. Délig tudtok jelentkezni, kérhettek horoszkóp elemzést is. A tudatosságtudományi workshopon kívül is kérhettek horoszkóp elemzést, egyéni konzultációt is.
illetve zenit csillagkép elemzést. Szeretettel várlak bennetek, ide a videó alatt leírásba beteszem a honlapomnak a címét, és akkor ott mindent megtaláltok. Minden jót, szép napot, sziasztok, hello!